Önkéntes munkában bontottak a rendészek, a kőpad a szabálysértések melegágya volt. Alpaka terápia testközelből, a 20 napos kicsit is megmutatták a látogatóknak. Szerencsét hoz vagy rossz ómen, a legtöbb hiedelem péntek 13-hoz kötődik. Önök a Miskolc Televízió híradóját látják 2021. augusztus 13-án pénteken 18 órakor. Köszöntöm nézőinket! Tiltakozással szólítja fel Simon Gábor a miskolciakat az ITC épületének elbontása miatt, amit a héten jelentett be a megyei kormány megbízott. Az MSZP és a Párbeszéd országgyűlési előválasztási képviselőjelöltje szerint a megye egyik legértékesebb épületét nem elbontani kellene, hanem felújítani, amelyben bérlakásokat lehetne kialakítani fiatalok számára. A politikus egy 2016-os cikkre hivatkozva azt állította, hogy 2007-ben a fideszes vezetésű megyei önkormányzat mint tulajdonos döntött arról, hogy az akkor 1,5-1,6 milliárd forintot érő ingatlant forgalmi érték alatt értékesíti. Az ügyben a párt számos politikusa ellen büntető eljárás is indult. A képviselőjelölt azt a kérdést is feltette, hogy melyik fideszes politikus vállalja a felelősséget azért, hogy az egykor szebb napokat látott MSZMP székház, majd a későbbi Nemzetközi Kereskedelmi Központ ilyen rossz állapotba került. Simon Gábor szerint a Fidesz évekkel ezelőtt még átépíteni akart az ITC székházat, ennek kapcsán azt kérdezi, hogy mi változott azóta. A politikus hozzátette azt is, hogy szerinte a jelenlegi bontással kapcsolatos döntés helytelen, ezért elektronikus petíciót indít. A miskolciak értékét kívánják ezzel elpocsékolni. Ez ellen tiltakozunk. És én azt érzékelem, főleg a közösségi médiából, hogy a miskolciak széles tömegei tiltakoznak ezen bejelentett döntés ellen. Nem szeretném, hogy az épület le legyen bontva, nem szeretném, hogy az épület el legyen pocsékolva. Megkívánom teremteni annak a feltételeit is még a mai napon, hogy a miskolciak hivatalos formában is hangot adjanak ezen igényüknek, mármint hogy az épület bontása ne történjen meg. Megszűnt a szabadtéri kocsma az úgyőri főtérnél. Sokan legalábbis annak használták azokat a kőpadokat, ahol a közterületi alkoholfogyasztás és szemetelés napi szinten gondot okozott. A miskolci önkormányzati rendészetnek itt többször be kellett avatkoznia az elmúlt időszakban, emiatt a problémás kőpadokat önkéntes munkában maguk bontották el. A kezdeményezést örömmel fogadták a környéken élők. Mindenki a figyelmét felhívom, hogy a biztonságos munkavégzés a legfontosabb. Csütörtök délután a Bükkáróháznál vonultak fel a miskolci önkormányzat rendészet munkatársai, akik ezúttal nem ellenőrzés céljából érkeztek. Önkéntes munkában vállalkoztak arra, hogy elbontják a területen lévő kőpadokat, amelyeknél korábban rendszeresek voltak a szabálysértések. Örülök neki, igen. Szerintem ennek különösebb funkciója nincs, és ha van is, akkor az nem helyén való, ennek a városnak azért a képét ez rontja. A hajléktalanok előszeretettel használták szabadtéri kocsmaként a területet, ezzel zavarva az újgyőri főtér környékén élőket és a közlekedőket egyaránt. Rendszeresen előfordult, hogy az illuminált állapotban lévő személyek zaklatták is az itt elhaladókat. Nem tudnak minket itt tabalgatni azok, akik nem idevalók. Szerintem valamiképpen nekik is kéne a sorsukat rendezni. De ez itt borzalom, hogy az embert nem tud úgy nyugodtan elmenni, hogy ne szólítsák le tizen. A MIOR munkatársai a betonülőkéket maguk bontották el. A munkálatokhoz a városgazda szerszámokkal és konténerrel nyújtott segítséget. Vince Csaba szerint a padok felszámolásával nem csak a környéken élők élete, de saját munkájuk is könnyebbé válhat. Az önkormányzati rendészetnek régóta problémát okoz ez a hely, és az itt lakóknak elsősorban, nem csak nekünk. Ez egy gyülekezési hely, gyülekezési pont, ahol a környékben lakó vagy hajléktalan személyek megvásárolják az eszes italt, a történelmi borvidékről származó kannás borokat, azokat itt elfogyasztják, szétdobálják. Egyrészt ugye a közterületi eszes italfogyasztás is büntetendő, másrészt pedig ugye a közterületi szemetelés, a köztisztasági szabálysértés elkövetése is. A kibontott kőpadok helyére a városgazda hamarosan növényeket ültet, amelyben a MIOR munkatársai szintén szívesen részt vállalnak majd. SPEED elnevezéssel fokozott ellenőrzést végez a héten az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata. Az akcióba a magyar rendőrség, így a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság is bekapcsolódott. A kezdeményezés célja kimondottan a gyorshajtók kiszűrése. Miskolcon több helyen is jelen vannak a rendőrök, de a mozgó ellenőrzések miatt bárhol belefuthatnak a trafipaxba az autósok. A razzia a hétvégén is folytatódik a megyében. Ebben az évben ez idáig, július 31-ig már 300 fölött van a személyisérüléssel járó balesetek száma megyénkben. Bár ez az elmúlt évhez viszonyítva egyébként csökkenést mutat, ennek ellenére azért kifejezett szándékunk, hogy még lejjebb tudjuk szorítani ezt a számot, minél biztonságosabbá tudjuk tenni a közlekedést, és ezt szeretnénk tudatosítani ugye a közlekedőkben is természetesen. A közösségi közlekedés szerelmeseit várják szombaton délután az MVK ZRT telephelyén. A miskolci villamos közlekedés 124 éves évfordulója alkalmából szervez járműkiállítást a társaság, tisztelegve ezzel azok előtt, akik 1897 nyarán lehetővé tették és elindították a helyi villamos közlekedést. A bemutatón a jól ismert sárga és bécsi villamosok mellett az MVK hóseprő járművét is testközelből megismerhetik a látogatók. De a társaság oldtimer buszai is felvonulnak majd, amelyekre szintén felszállhatnak a nosztalgiázni vágyók. A programra a belépés ingyenes, de a járványügyi szabályoknak megfelelően egyszerre csak 500 fő tartózkodhat a telephelyen. Alpaka simogatót tartottak a Baráthegyi Majorságban. Az eseményen a látogatók megtekinthették a farm legújabb jövevényét, az alig 20 napos alpaka bébit is. A program során az egész majorságot bejárhatták az érdeklődők, így a többi állattal is megismerkedtek, a gyerekek pedig a játékokat is kipróbálták. Néhány szót szólnék az alpakákról, nem tudom mennyire ismerik őket, ők Dél-Amerikából kerültek Európába. Amint Kleopátra kilépett a karámból, egyből megrohamozták a gyerekek. Ő a legmókásabb és legbarátságosabb miskolci egyede, az egyébként is békés természetű alpakáknak. A nőstény bárkinek megengedte, hogy megsimogassa puha bundáját. Megsimiztem az alpakát. És még mit csináltál, mit láttál? Lovakat. Sok család gondolta úgy, hogy a hőség ellenére nem a strandon tölti a napot, hanem inkább megismerkedik a perui párosújú patásokkal és a majorság többi állatával. De a gyerekek körében népszerű volt a játszótér is. Nagyon tetszenek, a gyerekek nagyon élvezik a programot, és hát azért gondoltuk, mert hogy ráérünk így most nyári szünetbe. Kijövünk, és akkor ritkán látnak közelről mondjuk alpakákat például, meg szamarakat, úgyhogy most ezért lett ez a programunk. A legnagyobb kedvenc természetesen a legújabb jövevény, a keresztnevére váró kis alpaka volt, aki július 26-án érkezett meg a majorságba. Pumukli és Izabella utóda szépen cseperedik, naponta több mint 40 dekát hízik. Vele egyelőre még csak kerítésen keresztül ismerkedhettek a látogatók. Gondozója szerint a kicsi nem sokáig marad játszótárs nélkül. Az apát nem akarjuk most már visszaengedni, erre azért is van szükségül az ivarzás vége, mert ha az apa együtt van az anyákkal, akkor nem történik megtermékenyítés. Valószínűleg ezért is nem volt tavaly alpakaszaporulat, mert együtt volt a csődör a anyákkal, és most, hogy elraktuk, már egyébként volt itt vendégségbe, úgyhogy jövőre várható megint alpakacsikó. Az alpakák olyanok lelkét is megsimogatják, akik más terápiás állattól megijednének. Magyarországon egyedülálló módon a Baráthegyi Majorságban alpakaterápiával segítenek a fogyatékossággal élő, főleg autista gyerekeknek, akik különösen nehezen teremtenek kapcsolatot a külvilággal. A belépőjegy megvásárlásával az érdeklődők hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a terápiás forma minél többek számára elérhető legyen. Összetört tükör után 7 év balszerencse, úton átszaladó fekete macska, vagy éppen a 4 levelű lóhere, amit ha megtalálunk, Fortuna istennő biztos, hogy a kegyébe fogad. Csak pár jól ismert babona a mindennapokból. Péntek 13-a van, a bűvös naptól pedig világszerte milliók rettegnek. Vannak, akik szerint ez a nap ugyanolyan, mint a többi, mások pedig épp az ellenkezőjét állítják. Annyi viszont biztos, hogy a babonák még ma is sokat segítenek az embereknek abban, hogy a megmagyarázhatatlan dolgoknak értelmet találjanak. Csak egy átlagos hétköznapnak tűnik, sokak számára azonban péntek 13-a egyenlő a bal szerencsével. Erről megoszlanak a vélemények, vannak, akik hisznek ennek a napnak a varázserejében, és vannak, akik nem. Ugyanolyan nap, mint a többi. Én igen, egy kicsit babonás vagyok. Az nekem szerencsés nap a 13-a mindig. Egyesek szerint a babonásság, köztük a péntek 13-ához köthető több hiedelem, csak hozzáállás kérdése. Szerintem ez csak a fejekben létezik. Ha hisz benne az ember, akkor van, ha nem hisz, akkor nincs. Én nem találtam az életemben, saját életemben direkt koplingot, direkt kötést a péntek 13-ához. A néphit a pénteket a gonosz napjának tartotta, ezért ezen a napon tilos volt házasságot kötni, útnak indulni vagy bármilyen új dologba fogni. Szerencsével járhat azonban az, aki péntek 13-án lottózik. Ilyenkor a babona szerint az 1-es, a 3-as és a 13-as számokat mindenképpen érdemes megjátszani. Akár bejön, akár nem, a babonák egyfajta mankút jelentenek a hétköznapokban. A szakértő szerint az ember a hiedelmek által úgy érez, hogy befolyásolhatja a körülötte zajló eseményeket. Szeretnénk megmagyarázni a világ történéseit, és egy csomó dolog, ami bennünket ér, megmagyarázhatatlan. Nem tudunk rá értelmet találni, és erre talán jók a babonák is. Nem egészséges, hogyha valaki úgy fél ettől a naptól, hogy tulajdonképpen el se indul dolgozni, vagy nem lép ki, mert attól fél, hogy valami bal szerencse fog vele történni. A péntek 13-ától való félelemnek történelmi okai vannak. Európában ugyanis ez volt a hóhérok napja, és ezen a napon tartották a nyilvános kivégzéseket. Más források szerint pedig a Jézust eláruló Júdás személyére utal a 13-as szám, mert ő volt az, aki az utolsó vacsorán 13-ként ült az asztalhoz. Idegenben küzd meg a 3 pontért a DVTK. A Mercantilbank Liga 3. fordulójában vasárnap idegenben lépnek pályára a pirosfehérek, amikor is a Siófok csapata fogadja őket. A diósgyőriek bizakodva várják a mérkőzést, a nyitányon ugyanis idegenben győzték le a Csákvárt, majd hazai közönség előtt nyertek rangadót az egyik bajnok esélyes Vasas ellen. Hogy mit vár a csapata a Siófok elleni találkozótól, arról a DVTK hátvédjét kérdeztük. Mindenképpen ugyanazt, mint mindegyik előtt, tehát ezt bármikor megkérdezed, mindig ugyanazt fogom mondani, hogy 3 pontot dominálni fogunk, dominálni is szeretnénk, úgyhogy a legfontosabb az, hogy 3 pontot gyűjtsünk. Most jelenleg azt mondom, hogy nyilván magunk mellé kell állítani a szurkolókat is, és oda kell tenni magunkat. Az első pár forduló nagyon-nagyon nehéz, de mondom, minél előbb 3 pontokat kell gyűjtögetni, és akkor utána, hogy egy picit leszakadt a mezőny, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne érjen utol senki. Hazatér nevelő egyesületéhez Dusek Dávid, így a DVTK jegesmedvék saját nevelésű kapusokkal kezdheti meg a következő bajnoki idényt. A 6-szoros magyar válogatott sportoló egyéves szerződést írt alá, és a napokban már csatlakozik is a kerethez. Dusek Dávid azt nyilatkozta, örömmel tölti el, hogy hazaigazolhat otthonába. Emellett kiemelte, hogy magától a lehető legjobb teljesítményt várja el. Szombaton is a napsütésé lesz a főszerep. Az időjárásról bővebben Híradónk után hallhatnak. Holnap heti hírösszefoglalóval, a Krónikával jelentkezünk. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is. További szép estét, jó hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!